Kiriák Róbert, a Móri Zsigmond színház ügyvezető igazgatója a vendégünk. Jó estét, szia, Robi! Jó estét, szia! Hát nagy szeretettel üdvözöllek, és szerintem a nézők pedig nagyon nagy szeretettel és lelkesedéssel várják már a Vidor Fesztivált. Azok, akik nagyon szemfülesek, vagy esetleg bérlettulajdonosok, ugye már gondolom, hogy sok jeggyel is büszkelkedhetnek, hiszen azért tényleg a hűséges nézőkhöz ez egy nagyon szép gesztus volt, hogy ők már hamarabb jegyet válthattak. Van még esély arra, hogy esetleg Igen. jegyet vásároljunk? Igen, hát tavaly indítottuk el ezt a dolgot, ami Abszolút úgy éreztük, hogy a bérleteseknek egy kicsit a, a jutalmazása is, és természetesen nagyon hálásak voltak ezért. Nekik három nappal korábban volt lehetőségük elkezdeni a, a vidoros jegyeket vásárolni. Azt a keretet, amit nekik szántunk, azt pillanatok alatt le is vásárolták és hát utána következtek a, az egyéb vásárlók. Azt hiszem, hogy két kamara előadásra és egy nagy színpadra még van néhány jegy, tehát aki még nagyon szeretne előadást nézni nálunk, annak még, még azért van esélye, és hát a Duma Színházba is ellátogathatnak még, akik a stand-uposok rajongói. Szinte hihetetlen, hogy lassan húsz éve vigyorogtunk először Vidor Fesztiválon. Nem kell már bemutatni ezt a fesztivált, és azok, akik esetleg lemaradnak, vagy nem jutnak be a színházba, azokra is gondoltak, hiszen rengeteg kísérő program lesz az idén is. Lesz nagy színpad, kisebb színpad, még kisebb, Vidor, falu. Mi mindenre várjátok a kedves látogatókat? Igen, hát amit, amivel kezdted, az tulajdonképpen a, a, aki a színházból kimarad, illetve aki nem jut színházi élményhez, ez volt az első gondolatom, amikor a mostani vidort elkezdtük szervezni. És olyanon dolgon kezdtem el törni az agyam, hogy hogy lehetne azt megoldani, hogy egy kicsit mindenki kapjon színházi élményt. Több helyszín számításba jött, és végül amellett döntöttem, hogy a város főterén, a nagy színpadon, ahol egyébként koncerteket nézhetnek, itt fogunk színpadra állítani két előadást is. Ez egyben a fesztivál legnagyobb újdonsága. A Tied a világ, az illézenekar uh, slágereivel, illetve a legény búcsú Mészáros Árpád Zsolt főszereplésével, hogy csak uh, pár apró információt mondjak erről a két előadásról, de természetesen ugyanúgy, ahogy a korábbi években lesz uh, uh, vidorkert, lesz vidorfalú, lesznek bábelőadások, uh, lesznek uh, mindenféle mutatványosok, karikatúristák, tehát amit megszoktak és szeretnek a fesztiválban, azt mind visszakapják, és természetesen kiegészülünk ezzel az új programmal is, helyszínekben lesz még változás. A Vidorfalut egy kicsit szerettük volna közelebb hozni a fesztivál rajongóihoz, és a, a városalapítók szobra körül a Hősökter és a Kossuth tér találkozásánál lesz felépítve ez a kis falu, ahonnan kényelmesen lehet hallgatni, illetve látni a koncerteket valamint a filmvetítést is egy kicsit közelebb hozzuk. Ez a kis színpadon, Letfalon lesz ettől az évtől először látható, tehát a projektoros kivetítést ez váltja fel. Ez nagyon érdekes, arra gondoltam, hogy ha az időjárás a kegyeitekbe, vagy kegyeinkbe fogad minket, akkor lehet, hogy valami Guinness rekordot is megdöntünk, és olyan nézőszám lesz mondjuk ezen a két színházi előadáson, ami, ami lehet, hogy elképzelhetetlen volt eddig a megyében. Hát nagyon egyedi a, a gondolat, tehát nem nagyon volt még ilyen. Nagyon kíváncsi vagyok a, a közönség létszámára is, visszajelzéseire is. Ez egy kicsit kísérleti jellegű dolog, de mivel nagyon sok olyan levelet és mindenféle visszajelzést kapunk, hogy szeretnének színházat látni. Ezért most ezt megpróbáljuk. És hát ugye itt most a városra koncentráltunk, de hát a megye is gyakorlatilag kap ízelítőt egy-egy programból. Hány településen lesztek jelen? Közel 20 településre megyünk, és ö, ö, igyekeztünk azokat a településeket kiválasztani, ahova egyébként nagyon ritkán vagy egyáltalán nem jut el semmilyen ö, kulturális program. Leginkább bábegyüttesek, együttesek, és leginkább a gyerekeket célozzuk meg. Tehát kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ők kicsit jobbkedvűek lehessenek a Vidor hetén. Hány program, hány embert mozgat most a 2018-as Vidor Fesztivál? Hát közel 350 programunk lesz. A, a saját stábunk. Eleve a 105 színházi dolgozók szinte minden tagja részt vesz a, a fesztivál szervezésében, természetesen kiegészülve önkormányzati dolgozókkal és külső emberekkel, tehát én azt gondolom, hogy legalább 150 ember az, aki dolgozik a, a sikeres vidorfesztiválon. Hát köszönöm szépen vidám, derült, fényes tekintetű járókelőket és színháznézőket kívánunk, és sok-sok nevetést és tapsot! Ha -ha.